100%? Akkor lássuk a 2024-es nagy elvét! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kis malac. Egy nap, mikor már felnőttek, elhatározták, hogy saját házat építenek. Dalolgatva járták a mezőt, de hogy az erdő szélén sétálgattak, a sötét rengetegben meghallotta éneküket egy gonosz hordas farkas. Jaj, de finom falatok! Ezekkel majd jól belakok! Ma még szundikok egyet, de holnap malacot ebédelek! Röfi, a legidősebb malac egyszer csak így szólt. Testvéreim, én itt már megállok, nádat szedek és házat formálok. Jól van, Röfi bátyánk, jó munkát kívánunk, aztán ha van időd, vendégségbe várunk. A többiek még el sem tűntek a láthatáron, Röfi már zsip-zsup nádat szedett és össze is tákolta a házát. Aztán lefeküdt lustálkodni. Ment tovább a két kis malac, mikor Döfi megszólalt. Testvérem, én is már megállok. Pártágok és házat eszkába állok. Jól van, Töfi bátyám, jó munkát neked is. Aztán látogass meg, ha időd engedi. A fa házépítés már nehezebb munka volt. Döfi kidöntötte a fát, fűrésze, rakta a deszkát. És fáradt rendesen, mire a faház kész lett. Közben Döfi is ment, mendegélt, majd egy szép tisztáson megállt. Tovább már én sem megyek! Téglát égetek! Ha nehéz is lesz, erős házat építek! A téglaház volt ám az igazi munka. A kismalac égette a téglát, cipelte, rakta. Már alig bírta szusszal, de csak rakta, és még mindig rakta. Még egy takaros ház nem kerekedett belőle. A nagy munka végeztével ő is lepihent. A három kismalac még javában szundított, mikor az erdőben az otromba farkas gyomra ismét hangosan korogni kezdett. Nem vár soká a farkas, az első kis malac Röfi házához ment és bekiáltott. Kis malac, engedj be, hogy én megyek be, érted? Lérombolom a házad, és neked azonnal véged. Hordas farkas fekete, engem aztán nem kapsz be. Akkor is ebéd lesz belőled. Azzal a farkas jó nagy levegőt vett, és egy szuszra elfújta a nádházikót. De a malac fürgén kiugrott, és elszaladt a testvéréhez, hogy bekéreckedjen. A farkas éhen maradt, és kelletlenül továbbállt a második, fából készült házikóhoz, hogy ott is bekiabáljon. Jaj, Röfi,
Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól. Nem félünk a farkastól, la 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 la. Te molasz, engedj be! Mert különben én megyek be, érted? Lérombolom a házad, és neked azonnal vége! Ordas farkas fekete, minket aztán nem kapsz be! Akkor is megérnek belőled! Azzal a farkas jó nagy levegőt vett és fújt. Aztán még egy nagy levegőt, és másodszorra elfújta a faházikót. Öfi és Töfi még időben kiugrottak hátul, és szaladtak Döfihez. A farkas már azt se tudta, mit tegyen dühében, olyan éhes volt, hogy a fatörzset is megrágta, de azért is elmentelt az utolsó téglaházhoz, hogy bekiabáljon. Nem félünk a farkastól, 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 nem félünk a farkastól! A farkas most is jó nagy levegőt vett és fújt. Aztán még egy nagy levegőt vett, és megint fújt. De hiába fújta és fújta, a téglaház meg sem mozdult. Azzal egy létrát a háznak támasztva felmászott a tetőre, és azon nyomban beugrott a kéménybe. De hiába volt ám a nagy furfangja, mert a legkisebb malac tűzhelyén egy hatalmas üstben forrt a víz. Az ordas a kéményből egyenesen a forró üstbe csobbant, és ó, fájdalmasabban égette meg a hátsóját. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy aranyos, kedves kislány, akit Piroskának hívtak. Piroskának volt egy nagymamája, de szegény nagyon beteg volt. Piroskáik a faluban laktak, a nagymama pedig bent az erdőben, egy takaros kis házikóban. Egy szép napon Piroskát megkérte az anyukája, hogy látogassa meg beteg nagymamáját, és vigyen neki pár finom falatot. A lány karjára vette a kosárkát, és útnak is indult. Amint ment, mendegélt, hát egyszer csak szembe jött vele a farkas. Szervusz, kedves Piroska! Szia, kedves farkas! Hova igyekszel ilyen korán, kedves Piroska? A nagymamámhoz, kedves farkas! Aztán mit viszel a kosaratban, kedves Piroska? Hát, kalácsot és egy kis bort, kedves farkas. Reggel sütöttük. Szegény nagymama nagyon gyönge, és egy kis erőre kap majd tőle. Itt hol lakik a nagymamád, kedves Piroska? Itt az erdőben, kedves farkas. A három tölgy alatt áll a háza. Biztos te is ismered. Persze, hogy ismerem, kedves Piroska. Úgy negyed óra járásra van innen, de elkísérlek, nehogy valami bajod essen a sötét erdőben. Egy darabig együtt mentek az úton, aztán a farkas így szólt. Kedves Piroska, észre sem veszed, mennyi virágzik itt körülöttünk? Úgy nézik mellette, mintha az iskolába mennél. A helyedben szednék egy csokrot a nagymamának. Igazad van, farkas. Hogy fog örülni neki a nagymama? Piroska szétnézett, és valóban a lombok között átbújó napsugarak, tarka virágmezőkön táncoltak, és úgy csicseregtek a madarak, hogy öröm volt hallgatni. Így aztán letért az útról, bement a fák közé, és elkezdte szedni a sok tarka virágot. Egyre mélyebbre és mélyebbre került a sűrű erdőben. A farkas megvárta, míg Piroska teljesen eltűnik a fák között, majd rohant egyenesen a nagymamához, és bekopogott. Ki az? Én vagyok a Piroska, engedjen! Csak nyomd le a kilincset! A farkasnak nem kellett kétszer mondani. Benyitott, egyenesen odalépett az ágyhoz, és se szó, se beszéd, bekapta a nagymamát. A farkas felvette a nagymama ruháját, és bebújt az ágyba. Ha ezzel megvolnánk, lássuk a következő fogást! Jaj, de megfeledkeztem magamról a virágszedésben.
Se baj, szaporázom a lépteimet, és gyorsan odaérek a nagyihoz. Piroskának nagyon elkerekedett a szeme, amikor az ajtó tárva nyitva találta, de azt gondolta, biztosan a nagymama csak nagyon várta. Piroska oda ment az ágyhoz, és így szólt. Jaj, nagymama, milyen nagy a füled! Jobban hallhassanak! Ó, de nagymama, milyen nagy a szemed! Jobban láthassanak! De nagymama, milyen nagy a kezed! Jobban megfoghassanak! Nagymama, miért ilyen szörnyű nagy a szád? Jobban megfoghassanak! Kiugrott az ágyból, és bekapta szegény kis Piroskát. Aztán, mint aki jól végezte a dolgát, visszabújt az ágyba, és mély álomba merült. Alvás közben olyan hangosan horkolt, hogy csak úgy rezegtek tőle a kisház ablakai. A vadásznak éppen arra vitt az útja, és amint meghallotta a nagy fűrészelést, menten azt kérdezte a magától. Helyénye, de hangosan horkol ez az öreg asszony. Csak nincs valami baja. Bement a szobába, és amikor az ágyhoz lépett, hát látja, hogy ott fekszik a farkas nagymama ruhában. Megvagy te kis gonosz tevő, hisz mennyit kerestelek? Mindenkiben két farkas lakozik. Aztán eszébe jutott, hát a gonosz farkas megette a nagymamát, és még meg lehet menteni. Így fürgén felvágta az alvó állat hasát, és alig vágott bele, már is megpillantotta a piros sapkát. Sorra kiszabadította Piroskát, meg a nagymamát is. Majd nagy csodálkozására még mindig mocorgott valami a farkas hasában, és lásd csodát, az állat bendőjébe három egész emberünkkel lefért. A köcsök király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király, aki búskomorságban élt, mert Sánta volt a lánya, így ha jött is kérője, egyből odébb állt. A király végső bánatában kiirdette, hogy aki meggyógyítja lányát, az holta napjáig vígan élhet. Köcsög Jankó is felkerekedett szerencsét próbálni. Azért hívták köcsögnek, mert nagyon kicsi volt. Kis köcsög. Ment, mennegélt Jankó. Egyszer csak összetalálkozott egy öreg asszonnyal, aki fát cipelt az erdőből, de már alig bírta. Adja csak öreg anyám, majd elviszem én. Azzal madárrá változott, és még mielőtt az asszony megköszönte volna a fáradtságot, Jankó már be is rakta a fát a fészerbe. Amúgy mi árad van, vagy erre felé? Meg akarom gyógyítani a király leányát. Ó, jó tetejébe jó. Szerencsét, hogy velem találkoztál, mert csak én tudom, hogy mi annak az orvossága. Mondja csak, öreg anyám! Van az üveghegy tetején egy aranyszőrű bárány, és az aranyszőrű báránynak a nyakában van egy aranycsengő. Jaj, az az aranycsengővel, ha hármat csengetsz a királynak az ablaka előtt, mentem meg gyógyul, de oda csak az óriás királynak a peripáján tudsz eljutni. Köszönöm, öreg anyám. Jársz szerencsét. Köcsög Jankó megköszönte az útbaigazítást, és meg sem állt az óriás király váráig. Egyenesen az istállóba lopódzott, azonban mikor megpróbált eloldani a lovat, az akkor átnyerített, hogy a király menten leesett a székről, mert hogy el ne feledjem, éppen ebédelt. Nosza futott is mindjárt az istállóba. Jankó azonban menten bolhává változott és elrejtőzött. Mikor az óriás király visszament, Jankó előbújt, hogy eloldja a féket. A táltos akkor átnyerített, hogy a király beverte királyi kobakját, és eszeveszetten futott az istállóba. Jankót azonban sehol sem lelte, mert megint bolhává változott. Harmadszorra Jankónak sikerült eloldani a lovat. Hiába nyerített, a király már nem ment le az istállóba. Jankó nagyon örült a táltosnak. Menten megsarkantyúzta, és a paripa csak úgy repült, egyenesen az üveghegyre. A
Sejemfüves réten Jankó menten meg is pillantotta az aranyszűrű bárányt. Le is akasztotta a nyakából az aranycsengőt, és menten indult is vissza a királyi udvarba. Odaállt a királylány ablak elé, és csengetett hármat, és láss csodát, a királylány lába menten meggyógyult, nyomban táncra perdült. Száraz ágattól, hogyha engemet megtisztogatsz, jó tetted érünk.